Látványos ünneppel indul Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa Éva mostani hétvégén. Január 21-én szombaton 17 órakor lesz a zárt körű hivatalos megnyitó, amit a Duna TV közvetít. Majd este 8-tól indul az igazi népünnepély Veszprém több pontján. Az óvárosban, a Kossuth utcán és a várban fényfestés, zene, tánc, gasztronómiai élmények várnak minket. 13 helyszínen 50 kulturális eseményt ígérnek a szervezők a hétvégén Veszprémben. A régióban Balatonfüreden Bak Imre festőművész kiállítása kezdődik a Vasari Galériában 22-én vasárnap 16 órakor. Bak Imre maga is részt vett még a kiállítási anyag összeállításában, sőt el szeretett volna jönni a megnyitóra, de sajnos az idős művész decemberben elhunyt, így a füredi lesz az utolsó olyan tárlat, amihez még ilyen értelemben is személyesen kötődött. A füredi kiállítás rendkívüli lesz azért is, mert a művész munkásságának az utolsó 20 évét tekinti át Helyzetek címmel. És hogy mennyire frissek az ő művei, mi sem bizonyítja jobban, hogy milyen nagy hatással van a fiatal magyar képzőművészekre. Legutóbb a Top 10 kiállításon találkoztunk Bak Imrével személyesen Balatonfüreden 2 éve, amikor a fiatal képzőművészek beszavazták a legmeghatározóbb alkotók közé. Bak Imre akkor a Füred TV-nek elmondta, hogy művészetében nem szeretné ismételni magát, és a mai digitális kor színességét, aktivitását, energiáit is integrálja műveibe. Nem szeretem ismételni magamat. Tehát, hogy ez a 6 évtized, amit a szakmában eltöltöttem, ez persze azt jelenti, hogy több mindennel próbálkoztam. De ebben azért mindig nagyon fontos volt, hogy ne veszítsem el önmagamat. Tehát amit kicsit az előbb mondtam, hogyha az ember a koordinátarendszereknek a meccéspontjában megtalálja a saját világát és a saját énét, akkor ahhoz mindig vissza tud térni. Tehát, hogy a változások, amelyek részben a kor szellemnek a változásaival, a világunk változásaival és a művészettörténet, kortárs művészetnek a változásaival is függ össze, de mi magunk személyesen is folyamatosan változunk. Tehát, hogy megpróbálja az ember ezt a változást is valamilyen módon reagálni, és akkor az újabb és újabb munkákkal. Hogy ezek a pár éven készült munkák itt mennyire tűnnek frissnek, azt hát a néző fogja eldönteni. Én mindesetre törekszem rá, hogy ebben a mai digitalizált és internetes és mobiltelefonos és nem tudom micsoda világból sem lógjak ki valahogy, hanem próbáljam ennek a világnak a színességét, a aktivitását, energiáit integrálni a képekbe. Még akkor is, hogyha közben 80 éves lettem. Bak Imre kiállításának a megnyitóján vasárnap dr. Bóka István mond köszöntőt, a kiállítás Trombitás Tamás Munkácsi díjas képzőművész nyitja meg. A különleges kiállítás, aminek a kurátora Fehér Dávid művészettörténész, május 1-ig várja az érdeklődőket a Vasari Galériában, Balatonfüreden.